Ahogy múlt heti adásunk rövid híreiben már láthatták, a sportegyesület táborozói kerékpártúrára indultak Ebeste. Mindenki nagyon jól bírta a távot. A szomszéd településen Mezei László alpolgármester várta őket, aki sokat mesélt sportmúltjáról és arról, hogy milyennek látja a hajdúszoboszlói sportegyesület működését manapság. Július 4-én szerencsére sütött a nap, jó idő volt. Ez azért volt fontos, mert a Hajdúszoboszlói Sport Egyesület táborozói biciklire ültek és egy túrát tettek Ebesre. Ott voltunk, amikor elindultak, láttuk, amikor pihenőt tartottak, ahogyan azt is, amikor megérkeztek. Mezei László alpolgármester várta a gyerekeket, akivel, amíg a kicsik fagyiztak és pihentek, felidéztük az évtizedekkel ezelőtti szoboszlói sportéletet. HSC-nek az elődje volt a Hajdúszoboszlói Bocskai Ese, hát ez egy történelmi sportegyesület volt, ha jól emlékszem, 1901-ben alakult. Én, mint felnőtt ember, sportolóként kerültem Hajdúszoboszló 1977-be, testvérbátyám 1970-ben, egy kitűnő MB3-as csapata volt Hajdúszoboszlónak. Én a városnak köszönhetem azt, hogy a sportéletből, a társadalmi életben vendéglátóipari végzettségem volt, és munkahelyet kaptam, és ott tudtam bizonyítani, és ott meg tudtam állni a helyem. Úgyhogy mindent a Hajdúszoboszlói városnak köszönhetek, a aktív sport után, hogy ma már nyugdíjas vagyok, hogy a kereskedemben, vendéglátásban azt lehet mondani, hogy frekventált Európa egyik legszebb városában, akár mondhatnánk a világot is nekünk, Hajdúszoboszló a legszebb, hogy ott tudtam a vendéglátásban dolgozni. Egy bicikli túra mindig remek alkalom a csapatépítésre. A gyerekek kellemesen elfáradtak, élményeket szereztek és új eredményt, hiszen nem kis teljesítmény volt végig biciklizni a két város közötti távolságot. Mezei Lászlónak is számos, ehhez hasonló emléke van. De mindig voltak ilyen nyári edzőtáborok, én is rengetegen vettem részt, nyáron Ebesi iskolába jártam, de az iskolák között mindig voltak ilyen megyei bajnokságok, és ott kiválasztották az ügyesebbek, és most bocsánatot kérek, nem akarok szerény lenni, általában kiválasztottak, és mindig ilyen, az megye szervezte, megyei labdarúgó edzőtáborokban nevelkedtem fel. Amúgy én a DVSC saját nevelésű labdarúgója voltam, és így kértem Hajdúszoboszlót, ott fejeztem be a pályafutásomat. Ahogy ő fogalmazott, olyan dolgokat valósít meg a jelenlegi vezetés, amit az akkorinak nem sikerült. Kiváló a székház felújítás, hogy megvalósult, egy 5 literes pezsgővel tartozom, sajnos már eltávozott közülünk Csiki Bélának, mert mi ezt nem tudtuk megvalósítani annak idején, és ugye Marosi Gyuri méltó utóda, ez az építkezés, ez méltó Hajdúszoboszlóhoz, lelátó, ez méltó a városhoz. Megemelem a kalapom, úgyhogy sok sikert kívánok a jelenlegi vezetésnek, mert a mi időszakunkban a DVSC után a reprezentatív csapat Hajdúszoboszló volt. Most bocsánatot kérek az újvárosiaktól, a böszörményiektől, a nánásiaktól, tehát a Hajdúszoboszlói Bocskai volt a reprezentáns csapat a DVSC után. Remélem, hogy elérem, hogy minimum MB3-ban kell a csapatnak szerepelnie, ez méltó a városhoz. A szoboszlói sportélet mindig is egyik meghatározó része volt az öreg fiúk csapata. Nagyon nagy nimbusza volt az öreg fiúknak, ezt most is félig meddig igen mondtam, hogy élére állok ennek a dolognak. Hajdúszoboszlóra szívesen jön mindenki, Európából, akár mi öreg fiúk, labdarúgó csapataként, akkor még NSK Németországban voltunk öreg fiú mérkőzés, az volt a város kapcsolatán keresztül. Szóval igen, ez hiányzik most, ezt meg kell újítani Hajdúszoboszlón, újra ezt az öreg fiúk nimbuszt. Térjünk egy kicsit vissza a túrához. A csapat egyik legkisebbje volt Márkó, aki 4,5 évesen hősiesen végigtekerte a távot. Kicsit megszeppenve válaszolt a kérdéseimre. Na Márkó, hogy tetszett ez a bicikli túra? Jó. Jó volt? Elfáradtál? És milyen volt a fagyizás itt? Az is jó volt. És szeretsz focizni? Mi a legjobb ebben a foci táborban? A focizás. Miket szoktatok csinálni? Focizni szoktunk. És más játékot szoktatok játszani?
László Rihárd a tábor egyik vezetője, aki úgy fogalmazott, a HSE egy nagy család, nem engedik el a kezüket, végig kísérik a fejlődésüket, élményeket adnak a gyerekeknek. Azt gondolnánk, ennyi gyereket nem könnyű koordinálni, de mint megtudtam, ezzel sem volt probléma a túra során. Meglepően könnyű volt, én azt mondom, mindenki tisztában a szabályokkal, és ők azért azt mondva, ők a HSE családnak a tagja, úgyhogy ők tudják a dolgokat. Nagyon ügyesek voltak, büszkék vagyunk rájuk, a kicsiktől a nagyokig. Idézőjelve anya ment elő, Rozika néni személyébe, és mi hátul Gyuri bácsival kísértük őket, úgyhogy minden rendben volt, hála jó Istennek. Azért ők még nagyon kicsik, ha például Márkót veszük. Miért fontos, hogy ennyire kiskorban már kötődjenek a HSE-hez? Ilyen kiskortól vagy nagyobb kortól az a jó, ha minél hamarabb velünk vannak, mert a mozgás az nagyon fontos a mai életben is, továbbra is, és ezáltal könnyebben tudnak majd bármit elérni az életbe. Én úgy gondolom, a sport azért mindenre tanít, nem csak a mozgásra, hanem mellette a kommunikációt, a beilleszkedés mindenbe könnyíti az élet további részeiben. Hogy csak edzések vannak, az azért monotonná válhat az a dolog, és ebbe el kell rejteni olyan dolgokat a mozgásba, például a biciklizés, vagy amikor kint voltak a judósok, hogy minél több és újabb dolgokat is tanuljanak, és ezáltal mozognak úgy, hogy ők észre se veszik ezek a dolgokat, és persze hát a fagyi, hát ez egy olyan dolog, ez mondjuk úgy, mint az iskolában a piros pont. Úgyhogy aki megérdemli, mindig kap, mondjuk mindenki megérdemli, mindenki nagyon ügyes itt, úgyhogy ez egy ilyen jutalom dolog számukra. Mezei László több történetet mesélt a gyerekeknek, akiknek a nyár egyik legjobb emlékeként marad meg az ebesi biciklitúra.